szeretettel köszöntöm kedves nézőinket innen Zsámbokról, a 9. alkalommal megrendezésre kerülő Lecsóta Keceléből hagyományőrző fesztiválról. Kérem, tartsanak velem, és nézzék meg körképünket! Most fogadják szeretettel Dense Mihályt, aki citerázni fog nekünk. Nagyon szép, kellemes délutánt kívánok minden jelenlévőnek. 9 évvel ezelőtt, amikor az első Lecsóta Keceléből fesztivált megrendeztük, akkor még mi magunk is fiatalok, fiatal lányok, fiúk voltunk. Úgy hozta az élet, hogy az elmúlt 8 évben én fogadtam itt a színpadon jó barátommal, Bajrik Péterrel az ideérkezőket. Idén átadtam a stafétát, de most azt a kedves gesztust kaptam, hogy a házigazdákat felkonferálhatom itt önöknek. Úgy hozta az élet, hogy elreppentem ebből a faluból, de a szívem csücskében még mindig itt van, és nagyon szívesen visszajárok ide. Remélem, hogy a vendégek érzik, hogy ez a kicsi falu milyen jó hely, és hogy milyen szeretettel fogadja a vendégeit. Fogadják tehát itt a színpadon most újra a házigazdákat. A Lecsó Fesztivál színpadán ismét a házigazdákat, a zsámboki hagyományőrzőket, az asszonykórust köszönhetjük. A Galgamenti falvak közül Zsámbok ma is őrzi,
jórészt palúcos gyökerű néphagyományát, népszokásait. A zsámboki néphagyomány egyik továbbéltetője, a zsámboki hagyományőrző népi együttes egyesülete, melynek tagja a zsámboki asszonykórus és az új gyöngyös bokrétás tánccsoport. Az együttes eredete visszavezethető az 1930-as, 40-es évekre. Ekkor virágzott a gyöngyös bokréta mozgalom, mely a népi hagyományok fenntartására és bemutatására kelt életre, több település együttműködésével. A gyöngyös bokrétás mozgalom megszűnésével a csoport hagyományőrző népi együttesként működött tovább, az elmúlt évtől pedig egyesületként létezik. Az asszonykórus fennállása során számos oklevelet és serleget, aranyminősítéseket tudhat magáénak. Mint hallhatták, a zsámboki népi együttes eredete a 40-es évekig vezethető vissza. A csoport vezetői a település köztiszteletben álló, megbecsült tagjai voltak. Jonda József igazgató, majd Györe Béla, azután idősebb Györe Béláné. Országszerte rendszeresen lépnek fel fesztiválokon, és a helyi ünnepségek állandó résztvevői is. Minősítő versenyeken évről évre eredményesen szerepelnek, számos oklevelet és serleget tudhatnak magukénak. Az asszonykórus határon túl is több alkalommal vendégszerepelt, és számos hazai és külföldi látogatót is fogadott népi estjével falunkban. Az együttes tagjai nem csupán énekükkel, táncukkal járulnak hozzá zsámbok hagyományainak megőrzéséhez, hanem a mindennapokban is lelkesen vesznek részt a község társadalmi életében, önkéntes munkájukkal is segítik zsámbok települést. Fogadják tehát a színpadon az asszonykórust. A fesztiválhoz pedig további jó szórakozást kívánok! Legyen már a hajnal csillag lefelé, a zsinkedves galambom most megyen hazafelé. Lábámban a csizmája, szárú kis csizma, rásütött a hajnal csillag sugára. Amerre mész, édes rózsám, kívánom, hogy előtted a lép is piros rózsává váljon, előtted a zöld kő is édes almát teremjen, a te szíved holtig el ne feledjen. Kertünk alja tele van ibolyával, gyere babám, szedd a kötőd aljába, lyukas a babám kötője, sejhaj a lila, kihull belőle a teljes ibolya. Úgy akartalak szeretni, ne tudják, de az eget rávilágosították, rávilágosítottak kék csillagos ég. Kis angyalom, sosem leszek a tiéd. Kisjány, kisjány, piros-barna kisjány, kinek varrod a zsebkendőt? Néked varrom, piros-barna legény, hogy te legyél a szeretőm. Varjál, babám, a négy sárkába, négy szál szagos rozmaringot, közepébe, a kellős közepébe, hogy a te szeretőd vagyok. Sejhaj, lemegyek az alföldre csíkósnak, szilaj csikót válaszok magamnak. Szilaj csikó réz a zabolája, sejhaj, tiéd leszek babám nem sokára. Sejhaj, egy asszonynak két eladó lánya, egyik szegfű, a másik te a rózsa. Én a szegfűt választom magamnak, sejhaj, az illik majd nékem mennyasszonynak. Kivicses, kavicsos, a mi házunk eleje,
Hára jár a babám minden este, mondtam már, várna legény ne járjál, sok az én irigyem, soka harapszanak rám. Vasárnap délután szembe jött az én rózsám. Hát kézi, miért sáros a csizmám? Ha sáros, fordulj el és ne nézz rám. Csak azt mondd meg, babám, szeretsz-e még igazán? Dükk-fa-ma-fa-mandula-fa most virágzik. Az én kedves kis angyalom mással játszik. Játszál, kedves kis angyalom, én nem bánom. Csak a reád rakott csókjaim sajnálom. Jaj, de nagyon szeretem a szeretőmet. Mégse tartom meg vele az esküvőmet. Azt akarom kipróbálni, milyen csalfa. Más kislánynak kacsintása fog-e rajta. Új a kendőm, derinkendőmmel akarom viselni. De az anyám nem akarja engedni. Engedd, anyám, nem a te pénzed áll a bánya. Babám vette az a csalfa, mikor ment sorozásra. Esteledik a faluba, haza kéne menni. Attól félek, a legények meg akarnak verni. Ne bántsatok, jó pajtások, nem vagyok az opa. Szeretek egy barna kislányt, nem hagyom el soha. Barna kislány kapujába, jó estét, jó estét. Szállást kérnék, kis angyalom, ha beleszelnél. Mindenféle csavargónak szállást nem adhatok. Nincs itt van az édesanyám, csak egyedül vagyok. De azért a szép szemedét mégis beengedlek. Tornyos szélű nyoszajámba szépen lefektetlek. Csipkés szélű paplanommal szépen betakarlak. Két karommal átölellek, reggelig csókollak. A zsámboki asszonykórust a tápiószecsői népi együttes követi a színpadon. Jó napot kívánok, kedves vendégeink! Tápiószecsőről érkeztünk, abból a kisközségből, amely Tápiószecsőnek az előnevet adja, és a többi Tápió nevű községnek is. Tápiónkról nem kell sokat bemutatni, nyáron szárazlábból is át lehet rajta kelni. 61 év óta működik Tápiószecsőn népi együttes, alapítója Ofella Sándor, aki néhány évvel ezelőtt, 1997-ben Újhazába költözött, és ekkor az együttes tiszteletből felvette a nevét, és így, mint tápiószecsői Ofella Sándor hagyományőrző népi együttesként működünk. Tagjaink létszáma körülbelül 60-70, és az egész kicsi 4 éves korosztálytól a 80 évesig valamennyi kép van képviselve a csoportunkban. Mint mondottuk, hagyományőrző népi együttes vagyunk, de szívesen táncolunk más tájegység táncait is. 61 év hosszú idő, munkánkról, eredményekről, sikerekről sokat lehetne mesélni, azonban az idő kötöttsége miatt mindössze csak néhány érdekesebb eseményről szeretnék szólani. Az együttesünk ezeket a hagyományokat felgyűjtés után Ofella Sándor megörökítette a trilógiájában, amely életében 2 megjelent, és a 90. születésnapjára a 3. könyv az együttes és a családtagjai részéről befejezésre, kiegészítésre került. A jelentősebb események közé tartozik, mint mondottam, hogy a hazai szinten vigyük el Tápióvölgy a gyönyörű szép gyöngyszemeit más tájegységre, ugyanígy itt már Zsámbokon több alkalommal megtiszteltek azzal, hogy ezen a jelentős Lecsó Fesztiválon a Szecsői Együttes is szebbé, felejthetetlenebbé teheti, és ezúton szeretném is ezt a vezetőknek és mindazoknak, akik azon voltak, hogy mi itt ma megjelenjünk. Tehát köszönjük szépen, és teljes szívvel, lélekkel igyekezünk
olyan nívós színvonalat adni, amely az együttestől elvárható. Hisz kiváló együttesi kitüntetést két alkalommal kapott 61 év alatt a csoport, és ez kisebb egyesületekből áll, és van egy olyan, hogy Kékszivárvány Menyecske Koszorú, amely 6 alkalommal már kapott kiváló kitüntetést, és aranypáva díjjal is a minősítésen szerepelt az együttesünk. Az idehozott a blokkunkban nem csak helyi hagyományokat fogunk bemutatni, hanem más tájegység táncait is. Elsőként a szatmári verbunk lassú és friss, és utána páros táncot láthatják, majd utána helyi gyűjtésként a réteses szombateste című népi játékot mutatjuk be, amelyet később együttes vezetőnk 97 után Walter János lett, és ő átdolgozta ezt a réteses szombatestét. Ugyanis régen vagy fonóházba jártak az asszonyok, a fiatalok szórakozni, táncolni, akkor még nem voltak olyan diszkók, mint már most a mai világban, de örülünk, hogy meghagyták az utókor számára, és kedveskedhetünk ezzel a számmal is. Majd ismét egy más tájegység táncát fogják látni, a palatkai táncot, amelyet az együttesünk olyan tagja fogja bemutatni, aki a Fóti tánc középiskolába táncszakon végzett, ők most egy évvel ezelőtt, és utána pedig helyi gyűjtésű tánccal, a Szecsői Tapsossal szeretnénk befejezni ezt a kis blokkunkat. Szívből kívánjuk, hogy érezzék jól magukat, és fogadják azt a szeretetet el, amilyen szeretettel ide önök közé jöttünk. Thank you.
volna, mert az égen itt elragyogtam volna. Égszirkányba ott hagynám a csillagos eget, fölkeresném a régi szeretőmet. Égszirkányba ott hagynám a csillagos eget, fölkeresném a régi szeretőmet. Veszek olyan kendőt, melynek szépen.
kedves vendégeink szívből nyújtott jobbunk fogadják el tőlünk. Üdvözletet hoztunk Szecső falujából, viruló nótafák termő hazájából. Üzeni Tápiónk a zsámboki tájnak, sokszor adja helyet ilyen meghívásnak. Ajándékul adjuk népünk művészetét, melyel szépítette hajdan bús életét. Virul szép mezei csokrunk, minden gyöngye, melyet nemesített a Tápió völgye. Szorgalmas kertészként gyűjtöttünk sok nótát, táncot, népszokást és értékes hagyományt. Bokrétába kötve alkotják műsorunk, melyet most szeretetünk jeléül önöknek átnyújtunk. Fogadják a folklort, mint szívünk szép virágát, fűzze szorosabbra népünk barátságát! Thank you.
Köszönjük a Tápióhoz-Ecsői Népi Együttesnek, hogy elfogadták meghívásunkat, előadásukkal megtisztelték fesztiválunkat. Fogadják szeretettel ajándékunkat. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Készülő ebédig lássunk még egy kis korongozást is. Milyen technika és milyen módszer az, amit most itt látunk? Hát ez egy ősi fazekas korongnak a mai változata, mert már gép hajtja. Úgyhogy itt sokkal könnyebb megtanulni, a ruhánkat védi ez a tárca, de azért már több ezer éve az emberek használják ezeket a mozdulatokat. Egyiptomi piramisokon is, a domborműveken már vannak korongozó figurák. A görög-római világról nem is beszél. Ugyanez a korongozás mód. Látom, hogy folyamatosan vizezi a kezét. Ez miért fontos? Hát sikosítani kell, hogy le ne tépjem a tárgyat. Hogyan tudjuk magasítani, szélesíteni a tárgyakat? Hát ahogy vékonyodik. Egyenletesen nyomni kell. Mi lesz az, ami most készül ebből? Váza, kancsó? Mi legyen? Még mindegyik lehet. Készítsünk egy virágvázát. Jó, az egy ősi. Milyen érdekes, hogy ugye a kezével nem mozgatja, hanem az egy helyben marad, és akkor tulajdonképpen ahogy forog, tehát hogy nem két oldalról, nem három oldalról, hanem ugye mindig egy oldalon marad a kéz. Ez miért kell ez a technika? Kihasználjuk a forgás lehetőségét, így lesz szabályos. Egy kis pocakot neki. Mennyi ideje foglalkozik ezzel a tevékenységgel? Nagyon rég, évtizedek óta. Már 30 fölött. És hogyan jött az ötlet? Hát beleragadtam, jó apám is ezt tanította, úgyhogy eltiltott tőle, hogy menjek ötvösnek, aztán csak visszahúzott a föld. Maradt a szív szerint választott pálya. Most festjük, ha jól látom, festés történik? Anyaggal, tehát ez fehér porcelán. Engognak hívja a fazekas végül is, de... És mintákat is tudunk rá készíteni, díszik. Sokat. De kicsit később kell fülezni az ilyen tárgyakat. Mit jelent az, hogy fülezni? Akkor kicsit keményedik, erősödik, egy fejő mozdulattal fület húzunk rá. Tehát ebben a fejő mozdulat, ez a fülhúzás. Ez lesz a füle. Ez egy kicsit hosszú, rövidebbre lesz. Jelenleg meglegyen. Egy apró csoportszerűség. Csodás szép lett, köszönjük szépen a bemutatót. Ismét házigazdát köszöntök a színpadon. Bense Mihály Citera játéka következik. 1973-ban katonai évei alatt tanult meg a hangszeren játszani, évente számos hagyományőrző rendezvényen fellép, a hétköznapokban pedig a nyugdíjas klubban citerázik. Fogadják őt szeretettel! Thank you.
házigazda után házigazdákat köszönhetünk ismét a színpadon. Az új gyöngyösbokrétás tánccsoport következik. Táncuk címe Csillagos tánc. Ne sírj, édesanyám, vissza
hogy nem sokára, hogyha meg nem halom, hol a nagy világa van. Esélyes anyád, vissza jövök nem sokára, hogyha meg nem halom, hol a nagy világa van. Fiatal koromban besoroztam a katonának, te meg kis angyalom, árván maradt nem sokára. Sárika, Márika, Sárika.
Köszönöm szépen, hogy eljöttek, és velünk töltötték ezt a szép délután, műsorukkal megajándékozták a helyi közönséget, viszontzásul fogadják szeretettel apró ajándékunkat. Akkor a Manci néni. Ha jól látom, akkor ön itt a tájháznak a felügyelője. Jelen pillanatban, igen. Mit tudna nekünk elmondani a tévénézőinek? Hogyan alakult? Mióta működik ez a múzeum? Ez most elég. Ez a ház, ez nagyon régi házaspári volt, és nem volt nekik család, és akkor ez így múzeumi alakult ki. Ez most van elég régóta múzeumi van kialakulva. Milyen kiállított dolgokat láthatunk itt a múzeumban? Hát itten sok minden van, sok régi dolgok vannak, amit a régi szüleink még abban az időben használtak, vagy ők a bútorokat igénybe vették, hát most ezek vannak itten. Az eredeti háznak a berendezései vannak, vagy bővültek új berendezések? Bővültek, ezek az eredeti háznak a berendezései vannak, ezek semmivel se nem bővültek, valamikor nagyon régen így nézett ki, egy privát szoba. Mikori építésű a ház? Hát ez ma nagyon régi építős lett, illetve van 150 éves, nem vagyok benne biztos, de mikor én emlékszek rája, akkor is ilyen régi ház volt. Hány helységből áll, hogyha végigmegyünk, mi az, amit láthatunk? Hát itten van egy első szoba, van egy konyha, van egy hátsó szoba, akkor van ott a gazdasági komra, amit valamikor ott taroltak a terményt. Hát akkor még nyári konyhák nem voltak. Hát egy gazdasági udvar volt ez tulajdonképpen. Manci néni is ilyen házban lakik, vagy lakott régebben? Valamikor én is ilyen házban laktam, igen, ilyen házban laktam. Ilyen egyszerű falusi házban. Még az én szüleimnek a háza meg is van. Mi az, amit eltetszene még mondani nekünk? Milyen érdekességet érdemes még itt a házban megnézni? Hát itt mindenféle érdekesség van itten. Itt vannak valamikor nagyon régen, ugye a régi szüleinknek, végig voltak a szentek pakolva, a tükör végig volt pakolva, a vetett ajt végig volt fölvőt díszítve. Akkor ott van egy sublótféle, az is abban voltak a ruhák, hát sok szép dolog volt itten. Ezek az ágynemük, amit hátul látunk, ezek kézikészítéssel készültek? Voltak abban az időben, voltak kézikészítések is, de ez azért ma egy kicsit modernabb. Már újabbak akkor ezek igen. Szerint. És a szőnyegek, a szövet szőnyegek? A szőve, ezek a régiek, igen. Ezek még az én régi szüleim is szőtték. Gyönyörűek, csodaszok. És még, a mai napig is. Tényleg a mai napig is még készítenek ilyen szőnyegek? Én is nagyon szerettem sokat csinálni. És akkor ez hogyan zajlik egy ilyen szőnyegkészítés? Összeülnek a hölgyek? Meg lehet nézni, van ottan szövőszék. Hát akkor többen összemegyünk, és akkor ottan halad a munka. Nagyon szépen köszönjük Manci néni, és akkor menjünk, nézzük meg a szövőszéket. Szép jó napot, csokorom! Itt készülnek a szövések, ha jól látom, amit láttunk ott a múzeumban. Ronyszőnyeg. Milyen technikával készül ez a ronyszőnyeg? Hát ez ilyen hagyományos, régi, ilyen 100 éves szövőszékbe vagyunk, vagyis szátva, mink úgy hívjuk. Szátva? Igen. Ez ma van vagy 100 éves. Ezt tehát házról házra vitték télen is. Mindig, ugye. Mindig máshol ment a szövés? Máshol, igen, mindig máshol folyamatosan, ugye, szőttek. Ha. És akkor onnan a nagy zúgóról hozzuk ide, be a nyisd be a szálakot, aztán a bordába, és akkor itt a kis zúgóna indítunk.
innen kezdjük szőni. És akkor egyesével kerülnek be ezek a szalagok? Az első hátsóba is egy-egy, és akkor ide mellé kettessivel, itt a bordába. És akkor így szépen így engedünk. Majd ott most nem sokkal, majd előre veszem ezeket a hanfalkot, és akkor majd engedünk. És akkor ezzel szépen tekeredik le a kis zúgóról. És a végén itt, mikor már ott vagyunk, akkor elvágjuk, és úgy kössük össze. Az lesz a vége. És akkor rögzítve van. És akkor rögzítve van. Meg hogyha még elszabjuk is, akkor megbírjuk, hogy milyen méter köl a szobába, és akkor így bekössük. Most már itt szoktuk így összekötözni. Mert nem rojtolódik ki. Mert régen beszedtük rongyal, de most már újabb technikát találtunk ki, hogy így összekötözzük. És akkor tartósabb. Mennyi idő alatt készül el mondjuk egy ilyen 5 méteres szőnyeg? Hát az 5 méteres az egy nap. Több, mint az 5 méteres? Két rendben megy, hogyha hajnalba kezdjük, mert mink azelőtt mindig hajnalba kezdtük, és este késői. A 7 méter az egy rőp, és a két kettőnek be kell menni, az 14 méter, ha ilyen jó szövők vannak benne. De azt akkor állandóan csinálni kell. Azt még ebédölni is az kiszáll addig, mert ott még az se szabad, hogy ebédöljünk, ott azon a helyen. Értem, hát akkor azért oda kell tenni az embernek az energiát. Mondjuk 2,5 nap le lehet, ha akar, hogy is, de személy köl hozzája. Egy, aki sző, egy, aki csíröl, akkor van ilyen darab rongyok, ott össze is várjuk, nem dobjuk el, hanem összevarrogassuk. És akkor azt is még belehasználjuk. Fel lesz használva, újra hasznosít. Végén volt úgy, hogy csak olyanokat ilyen cikcak össze-vissza, ami össze van barváztat, és akkor így küszöbre, meg így ilyen belépő ajtó előtt, azokat oda tettük. Helyi zsámboki lakosok tetszenek lenni? Mint örgyökeresek vagyunk. Igen. Nézzük akkor a folyamatot, hogy hogyan zajlik a készítés. Mink ma nem hagyjuk el. Mink ebbe vagyunk, kerbe is, fóliába, mindenhol. Mink ebbe. A híres zsámboki népviselet. Igen. Mert azt mondja, hogy nem meleg, hát a Birgének sem meleg a gyapjúja, nem veti le, igaz-e? Mink is megszoktuk, és akkor ugye ezt ma mink elviseljük. A hagyományőrző és néptánc együttesek műsorának záróakkordjaként a zsámboki új gyöngyös bokrétásokat láthatják ismét. Galgamenti páros táncok következnek.
A folytatásban az asszonykórus és az új gyöngyös bokrétások közösen mutatják be a méltán híres zsámboki lakodalmast, melynek forgatagába nem csak a népviseletbe öltözött helyiek, de bárki kedvére bekapcsolódhat. Kérem a hagyományőrző és népi együttesek találkozójának résztvevőit is, hogy maradjanak népviseletben és tartsanak velünk a lakodalmas menetben, mulassunk együtt. Zsámbokon a lakodalmat évszázados szokások szerint ülik meg. Fesztiválunk következő programja során ezeket a szokásokat elevenítjük fel, és mutatjuk be kedves vendégeinknek. Láthatják majd, milyen is egy igazi, hagyományos zsámboki lagzi. A zsámboki népi együttes számos helyen vendégszerepelt már a látványos műsorával itthon és külföldön egyaránt. A településünkre évente többször érkeznek vendégek, és mindig örömmel ismerkednek meg ősi lakodalmas szokásainkkal. A lakodalmas szigorú évszázadok alatt kialakult és máig megtartott koreográfia az alapján zajlik. Az ünnep során a násznép dallal, tánccal fogadja a vendégeket a Lányosház udvarán, ma a Falumúzeumban. Ezután az udvaron megkezdődik a leánykérés, a vőfély, a vőlegény nevében kikéri a szülőktől a mennyasszonyt. Az utcai vigasság után a művelődési ház udvarán kerül sor a mennyasszony táncra, majd egy közös, táncos mulatság veszi kezdetét. A talpalávalót Margetán, Máté és barátai húzzák. Kérem tehát önöket, hogy fáradjanak át a tájházba, hogy megkezdődhessen a lakodalmi vigasság. A zsámboki lakodalmas élő bemutatója következik. Térjünk rá, urai, még a dolgok rendjére, mert csak így juthatunk el dolgunknak végére. Derék vőlegényünk engem arra kére, drága menyasszonyát kérjem ki részére. Tudom, hogy fájó szívvel adják át a szülők, hiszen gonddal, szeretettel nevelték fel ők. És most a lányuk a fészkiből kiszála, csak az üres helye maradt majd a házba. Tisztelt násznép, a bú legyen tőlünk távol, öröm sugározzék minden arcáról. Legyenek ők bárhol, tegyenek bármit, legyenek boldogok egy életen át. Tűnjék meg most már a hegedűknek pengése, és a sarkantyúknak is némuljon el a pengése. Mennyasszony búcsúzásnak most lészen kezdése, legyünk csendességbe, még lészen végzése. Zeng búcsú szavam, hullanak könnyeim, mert tőletek válok, drága jó szüleim.
hatalmas Úristen világnak teremtője, tekint le egy bűnös, gyarló gyermekedre. Tekint le a jó és kedves szülőkre, általam áldásod szállítsd le fejükre, kik által engem a világra helyeztél, és általuk eddig is szépen fölneveltél. Most a házasság útjára segítél. Ezért kérem isteni szent fölségedet, adjon nekik hosszú, boldog életet. Most hozzád fordulok, kedves édesapám, könnyeimtől nézd, mint borul el orcám. Mielőtt apai házadból kilépek, térden állva tőled bocsánatot kérek. Hát néked mit mondjak, kedves édesanyám, ki voltál eddig fölnevelő dajkám. Tudom, mint fáj anyai szívednek, mikor elválását látod gyermekednek. Kedves édesanyám, tudom, hogy szerettél, mint gyenge virágot, ápoltál, neveltél. A jóra tanítottál, a rossztól intettél, most pedig anyám szárnyamra eresztél. Jó leánytársaim, kik eddig voltatok, könnyező szemekkel körülöttem álltok. Szép koszorútokból íme most elválok, néktek is szívemből minden jót kívánok. Adjon az Úristen néktek is olyan szívet, mely megértse mindig hű szerelmeteket. Kedves alsó és felső jószívű szomszédim, kik jelen vagytok, rokonim barát, áldjon meg az Isten titeket is fejenként, hogy a földön ne érjen se bánat, se kín.
Kedves örömszülők, van nékem egy kérésem, kint várakozik szép sereg vendégem. Legyenek szívesek őket befogadni, mi sem fogunk érte adósak maradni. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Isten hozta a kedves vendégeket, fáradjanak bejebb! Vére is kiontattattatok. Egy nagy fazékban megkoppasztattattatok, ime a tálban felszolgáltattatok. Jó étvágyat kívánok!
Siralmas ház ez, félre most a bajjal. Igyunk, még ránk nem virad majd a hajnal. Fosza rajt, ürítsük hát poharunkat gyorsan, minek is áll itt a sok üveg sorba. Asszonyok, menyecskék, hozzá kell csak nyúlni, leszokott a jó bor a kontyalá is csúszni. De az asszony nép a borból csak képesint fogyasszon, mert nincsen rútabb látvány, mint egy részeg asszony. Aminap is láttam egyet, majd de megutáltam, ha csak rágondolok, is borsózik a hátam. Tudom, hogy szeretnek, kik engem látnak, hisz több becsületem van, mint 50 barátnak. Hogyne, hiszen én hordok be minden jót. Én nézem meg, hogy van-e még az üvegekbe bor. Ha nincsen, a pince közel van, van még 9 icca a 10-akós hordóba. Ezért hát ne paraszkodjon rám senki, én azt akarom. Az egyik lábam már is kint lesz az udvaron. Mert Nói apánknak is ettől jött meg a kedve, örömében. Táncolt, ugrált, mint egy kecske. Ezért hát mi se legyünk búsak, elkeseredve, mert most töltöttem jó bort az üvegbe. Egészségünk! Hegedűtök zengjenek, hogy a mennyasszony fülei csengjenek. Kezdődjék hát meg a mennyasszony tánca, hogy kiszakadozzék a szoknyára a ránca. Íme itt áll előttünk az ékes mennyasszony, hogy mennyasszony fővel még egyet mulasson. Minden kedves vendégnek egy nótát juttasson, és az ajándékból új cipőt várrasson. Mindenki táncoljon hát véle egy kurtát, de le ne tapossák a cipője orrát. Gondoljanak arra, drága pénzé várták, ezért hát tömjék meg bankóval a markát. Az asztal közepén áll egy üres tányér, én kezdem a táncot, a többi még ráér. Addig menjenek el 10-esért, 20-asért, te meg zenész, húzd az ifjú házasért. Enyém a mennyasszony. Thank you.
Önök a 9. Lecsóta Keceléből Zsámboki Lecsó Fesztivál összefoglaló körképét látták. Ha tetszett, jövőre tartsanak velünk személyesen is. A viszontlátásra! Műsorunk létrejöttét támogatta a Galgakóp ZRT, a Team Autós Iskola Kft., Bajnóczi Béla tápterményboltja és a HFC Network Kft.